Viraszkó Szilvia az első magyar jelentkező, akinek sikeresre értékelték a pálya dolgozatát a nemzetközi Puskin versenyen. A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium pedagógusa múlt héten vette át oklevelét Moszkvában. Köszöntöm a stúdióban Viraszkó Szilviát, mindenek előtt szívből gratulálok, Nagyon és szépen, természetesen köszönöm. tegeződni fogunk, hiszen Így 10 van. éve vagyunk munkatársak. Így Büszke van. vagyok rá. Köszönöm szépen, köszönöm. Mi ez a Puskin verseny egyáltalán, mióta létezik, és milyen céllal hozták létre? Ez a 18. alkalom volt, a 18. év, hogy meghirdették, a Rassziszka Jagazéta nevezeti újság Moszkvában, a Moszkvai Polgármesteri Hivatal és a Puskin Intézet, amely orosz nyelvet oktat Moszkvában, ők hirdették ezt meg, illetve hirdetik meg, mondom, 18 éve már, orosz tanároknak szól a verseny, a felhívás a világ minden részén. Mi a célja ennek a versenynek? A célja az, hogy a tanárok tapasztalatait, véleményét megkérdezik arról, hogy hogyan alakul az ő pályájuk, milyen nehézségeik, milyen ö, fájdalmaik, azt mondhatom, milyen fájdalmaik, milyen eredményeik vannak az orosz nyelv tanításának terén. Vagyis arra kíváncsiak, hogy az orosz nyelv oktatásában hogyan halad előre a világ nemzetközi szinten, és mennyire könnyű vagy nehéz egy-egy országban orosz tanítani. Így van, tanítani. pontosan így van, pontosan erről van szó. Az idén tavasszal láttam meg ezt a felhívást egy internetes oldalon, és úgy gondoltam, hogy tetszik nekem ez a cím, és megírom ezt a dolgozatot. Az volt a címe, hogy nyelv szankciók nélkül bátorságra vagy profizmusra van ma szüksége egy orosz tanárnak. Ha néhány gondolatban kérném, hogy foglald össze, hogy mire jutottál te a saját tapasztalataid alapján, és nyilván nem csak a saját, hanem a, a kollégáid tapasztalatait is bele tudtad ebbe szülni. Az az igazság, hogy ez abszolút személyes lett ez a dolgozat, és én azt gondolom, hogy ezért is tetszett valószínűleg a zsűrinek. Én 1982 óta tanítok, először a Demecseri gimnáziumban tanítottam, azóta pedig a Vasvárpál gimnáziumban, és azt is beleírtam a dolgozatba, hogy hogyan találkoztam én az orosz nyelvvel, milyen nehézségeim voltak személyesen nekem, milyen keserűségeim voltak, és ugyanakkor milyen eredményeim voltak, akár gyerekkoromtól kezdve, főiskolán, egyetemen át, vagy akár a középiskolában, és hogy hogyan alakult ez az én munkámban. Tehát, hogy mikor volt az, hogy jaj, de jó, hogy profi vagyok, és mikor nem volt, nem volt arra egyáltalán szükség, hogy profi vagyok, hanem ha nem lett volna bátorságom ahhoz, hogy magamban megtartsam ezt a tudást, akkor ez az orosz nyelvtudás, amit én gyerekkorom óta megszereztem, ez gyakorlatilag elveszett volna. Ugyanis leírtam a dolgozatban is, hogy 15 éven keresztül egyáltalán nem tanítottam a nyelvet, Hivatalos keretek között legalábbis nem. Tanfolyamokon nyilván fölkértek, vagy esetleg fordításokban fölkértek, hogy közreműködjek. Sőt, itt a televízióban is volt olyan, hogy tudtam ezt kamatoztatni, akár például dokumentumfilmforgatása kapcsán, amikor tolmácsolnom kellett. Azért 1982-től több korszakot is megélt az orosz nyelvtanítás. Egy picit beszéljünk erről, milyen volt a 80-as években, aztán a 90-es évek elején. És most itt a 2010-es években. A 80-as években ugye akkor még kötelező volt mindenkinek, és ami kötelező, azt nem szeretjük, ezt mindenki tudja, tehát azt nem szeretjük. Nyilván voltak akkor is olyan tanítványaink, tanítványaim, illetve tanítványaink, akármelyik iskolában, akik kedvelték ezt, és orosz tanárok lettek. És akkor eljött a rendszerváltás ideje, a rendszerváltás korszaka, amikor azt mondták, hogy most már nem kötelező az orosz nyelv, na akkor végképp azt mondták, hogy nem akarják, nem választják, semmi érdeklődés nem volt. A teljes Le elutasítás. Teljes elutasítás volt, ezt is leírtam a dolgozatban, és a gazétának a pontosan az egyik számában, ami a kintlétünk alatt jelent meg, ez egy napilap, pontosan a dolgozatomból ezt a részt idézték, hogy a 90-es években az orosz nyelv, unalmas volt, nem volt divatos, és teljesen felesleges volt. Ezt is megírtam. Nyilván egy orosz tanárnak ez azért fájdalom, és nem csak Magyarországon, hanem a világ akármelyik részén. És aztán eltelt 15 év, amikor mondom, nem tanítottam, és utána az emberek elkezdtek nyitni. Akár a politika, akár a kultúra, akár a gazdasági kapcsolatok révén, és most megint gyakorlatilag ott tartunk, hogy jaj, hát tudok oroszul, Kitől lehetne oroszul tanulni? Jaj de jó, hogy például a Vasvári Gimnáziumban le. tanítanak oroszt, így van. Ha a korszakokat végignézzük, akkor milyen fajta bátorságra volt szükség az egyes korszakokban? Az elején az volt a bátorság, hogy igenis kötelező, és tanuljuk. És igenis kellett ahhoz egy határozottság, hogy, hogy megpróbálja az ember megértetni a tanítványaival azt, hogy már pedig erre valamikor szükséged lehet. Akkor felvállaltad azt, hogy egy népszerűtlen nyelvet, mert hiszen akkor ez egy népszerűtlen dolog Én volt. Van. Te ezt profi szinten szeretnéd van, művelni. profi szinten, és hogy próbáljam népszerűsíteni valamilyen módon. Azokkal a könyvekkel, azokkal az iszonyatosan elavult könyvekkel, amikkel azokban az időszakokban dolgozni kellett. Aztán utána a bátorság, a 15 évben, amikor nem tanítottam, ahhoz kellett, hogy tudni kellett azt, hogy egyszer majd hátha, hátha majd megint szükség lesz arra. És hogy ne felejtsem el, tehát, hogy olvassak, az elején csak olvasni tudtam. Beszélgetni alig volt kivel, aztán utána már jött az internet, nyilván sokkal egyszerűbb volt a dolog, és ma is sokkal egyszerűbb a helyzet, mert lehet kapcsolatot tartani, barátkozni, újra vannak továbbképzések, például az Eltén a, a, az egyetemen, ahová járok, vagy Budapesten a magyar, az Orosz Kultúra Intézetében, az András úton, oda is rendszeresen el szoktam menni, ott már nyilván az ember kapcsolatokat teremt. És hogyha nincsenek ezek a kapcsolatok, akkor valószínűleg, hogy erről a versenyről sem tudtam volna. Ma milyen szerepet tölt be az életedben az orosz nyelv és az orosz nyelvnek az oktatása, hiszen nem csak ezzel foglalkozol. Így van, angol szakos is vagyok, mm. angol óráim is vannak a Vasvári Pál gimnáziumban, négy év folyamon tanítjuk újra az, az, az orosz nyelvet az angol, illetve a német és most már a spanyol mellett is a Vasváriban, és választhatják a gyerekek, és egyre többen választhatják. És úgy gondolom, hogy hogy megéri ezt csinálni, ugyanis most kezdenek beírni az első eredményeink. Az idén már másodévesek az egyetemen azok, akik 2013-ban újból elkezdték az orosz tanulni, és ezek közül a gyerekek közül hárman vannak szlavisztika szakon, ketten Debrecenben, egy kislány pedig az Eltén tanulja az oroszt egyetemi szinten, és a kicsik között is most már itt vannak az utódok, is, és készülnek arra, hogy majd szlavisztikával fognak foglalkozni. És az igazán szép eredmény, azt hiszem, hogy az már most megszületett, ugyanis éppen csütörtökön megyünk el lakitelekre egy háromnapos versenyre, amelyet a Tolstoy Társaság és a Debreceni Egyetem hirdetett meg. Pályáztunk, egy pályamunkát csináltunk tizedikesekkel, akik már ugye már tizenegyedikesek lettek, tavaly év végén volt ez a felhívás és az első tíz jelentkező csapatot behívták erre a döntőre, úgyhogy országos döntőben van az iskolán csapata, és hát ez nagyon nagy büszkeség. Jól érzékelem, hogy ahogy teltek az évek a mai nap, tulajdonképpen inkább a profizmusról szól, pontosan. Mint, mint, a bátorság. Így van. Most már a profizmus, és az nem is akármilyen profizmusra van szükség, és a bátorság az egy picit háttérbe szorul, mert nem kell már bátornak lenni ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy igenis csinálom, és is tanítok, és ti is tanuljatok. Vagy a gyerekeknek kell a bátorság, hogy igen, ne ijedjetek meg. Nehéz a nyelv, de nem kell megijedni, mert tessék, itt vannak az eredmények. És persze az eszközrendszer is egészen más. Egészen mint, más, a pontosan, pontosan. Iraszkó Szilvi, szívből gratulálok még egyszer, Köszönöm és örülök, szépen. hogy a vendégem voltál Köszönöm ma, és szépen. ilyen apropón. Köszönöm.